Fontos, hogy a belső állapot javulását a külső is tükrözze. Köszöntök minden kedves hallgatót! A Karcolat mai vendége Tógyer Karina Evelin, aki 26 éves szakmai múlttal, természetes terápiák ismeretével a háta mögött saját maga által kifejlesztett módszerrel segít az embereknek, hogy betegségük, problémájuk ne csak tünetileg legyen kezelve. Íris diagnosztika, pióca terápia és legújabban a csigák is a repertoárban vannak. Köszöntelek itt a stúdióban, Tógyer Karina Evelin, alternatív doktor és Magyarország első pióca terapeutája van itt velem. Szervusz, Karina! Sziasztok! A Szentpétervári Orvos Pióca Egyetemen végeztél, és ott tanultál a piócákról és a gyógyító használatukról. Ez mikor volt egészen pontosan, és hogyan jutottál oda? Hát hosszú történet, ez olyan 2008-ban kezdődött igazából, és úgy történt, hogy nekem a nagymamám fehér orosz, tehát azért van kapcsolatom az orosz vonulattal, és az egyik paciensem, aki egyben körzeti orvos is, illetve akkor az volt nálunk abban a térségben, ő keresett meg, hogy van egy betege, akiről, hát emlékszik még az orvosi egyetemre, hogy megemlítették, hogy az ő baját a piócákkal lehetett annak idején helyrehozni. Konkrétan egy fekély volt a lábán, és sajnos amputálni kellett volna a lábát, hogyha mi nem lépünk közbe. És ez az orvos barátunk megemlítette, hogy érdemes lenne vele foglalkozni, hogyha esetleg tudok keríteni piócát, vagy van olyan kapcsolatom, vagy hogyan tudjuk őt kezelni, hogy megmentsük a lábát, és igazából így indult ez az egész, úgymond kálvária, mert aztán kiderült, hogy sajnos már orvosi piócát nem lehet itthon beszerezni, kihaltak. Tehát én még régről, gyerekkoromból emlékeztem, hogy ránk tapadtak a piócák, amikor öcsémmel játszottunk a patakban, és úgy voltam vele, hogy biztos még mindig vannak, de aztán felvilágosítottak az ezzel foglalkozók, hogy már nagyjából 30 éve nincsenek orvosi piócák a szabadvízben, úgyhogy nem olyan egyszerű, és nyilván elindult egy ilyen kutatás, mivel az oroszoknál még a természetes gyógymódok mai napig is fejlődnek, tehát nem csak, hogy megtartották ezeket a tudományokat, hanem folyamatosan fejlesztik. Kiderült, hogy komplett egyetemek foglalkoznak ezzel, hogy ezt a terápiát oktatják, és az egyetemeknek vannak klinikáik, vannak tenyészeteik, úgyhogy lényegében a tudást és a piócákat is onnan lehet beszerezni. Úgyhogy így. A világon egyedülálló egyébként? Igen, igen. Oktatás. Igen, igen. Tehát máshol nem oktatják. Én onnan tudom biztos forrásból, hogy egyrészt ugye őket is meginterjúoltam, hogy vannak-e leányvállalataik, vagy ilyen kirendeltségek. Nem igen, Ukrajnában található egy-két orvos, aki oktatja, tehát az egyetem tagja, de ott oktat. Európában nem tudok ilyesmit. Németországban vannak olyan jellegű oktatások, mint nálunk a természetgyógyászat, de ők kifejezetten csak 2-3 problémára használják, tehát nincs olyan komplexen, mint az oroszoknál. Az Egyesült Államokban pedig onnan tudom, hogy nincs, mert konkrétan mikor a munkavállalási engedélyt intéztük, akkor egészen biztosan kiderült, hogy én voltam az első és egyetlen, aki ezzel foglalkozik ott, ezért is engedtek be. Na, majd erről is beszélgetünk, hogy hogyan jutottál az Egyesült Államokba, és mik azok az ismeretek, tapasztalatok, akár amiket így ötvözve a világból itt Magyarországon segítesz, bár ha jól tudom, Magyarországról egész sok helyre elnyúlik, úgymond a kezed, de hát vannak itt a stúdióban mások is vendégként, mert hogy elhoztad magaddal a piócákat is, akiket kollégáknak nevezel, mert hogy valóban tényleg azok, sőt, mondhatni azt, hogy tényleg az oroszlán részt ők vállalják át. Igen. Mit csinál a pióca egyébként, ha mondjuk most rátennéd a kezemre? Hát nagy valószínűséggel megharapna. Tehát nyilván tudni kell, hogy hová helyezem őket, mert ő elkezd dolgozni. Voltak olyan esetek, amikor nagyon nem akartak foglalkozni bizonyos területekkel. Ugye ezt az oktatóim azzal indokolták, hogy nem jó helyre vannak téve, tehát azért intelligensek annyira, hogy rosszat kész a karma nem csinálnak, viszont sajnos lehet velük ártani, hogyha rossz helyre kerülnek be ezek a hatóanyagok, mert ugye ő bejuttatnak hatóanyagokat, így dolgoznak. Biztos vagyok benne egyébként, hogy nem hiába van egyetemi képzés ezzel kapcsolatosan, tehát az, hogy hová, miként helyezik. Egyébként mi az, amit oktatnak ott az egyetemen, és ha jól tudom, egy 5 éves képzésről van ott szó. Így van, így van. Úgy kell elképzelni,
Tehát nem a magyar oktatási rendszer szerint gondolkozunk, hanem igazából ez ilyen magas fokú természetgyógyászati képesítés. Tehát úgy képzeljük el, hogy van egy alap egészségügyi oktatás, ami mindenféleképpen kell ahhoz, hogy az ember meg tudja különböztetni a szerveket, tudja, hol helyezkedik el, biokémia, stb. Tehát ebből a szempontból hasonló az orvosi egyetemhez. Amikor ez lezajlott, akkor kezdik el építeni a szakmai hátterét ennek a dolognak, tehát akkor már specifikusan a piócákra helyezik a hangsúlyt, és az ő általuk végzett munkára. Hova kell tenni, mi alapján döntjük el, hogy mennyi hatóanyag jusson be, tehát magyarul hány piócát helyezünk fel, milyen sorrendben kezeljük ki az adott problémákat, amit a diagnózis alapján meg tudunk állapítani, annak az egyénnek, aki éppen ott van, és akit diagnosztizáltunk, annak pontosan hányszor, hetente, milyen sűrűséggel, tehát így azért vannak ennek finom fokozatai, amit nem árt, hogyha az ember szem előtt tart. Nagyon sokakban szerintem a piócákkal kapcsolatosan egy olyan információ van a tudatában, hogy a pióca az leszívja gyakorlatilag a vért, tehát hogy azért helyezték rá akár ugye vízszér problémánál a lábra, mert hogy leszívja azt a területet. Ez mennyire közelíti meg a valóságot? Nem közelíti meg a valóságot, tényleg ezek ilyen hiedelmek. Nyilván régen, amikor ez annyira a köztudatban benne volt, mondjuk 100 évvel ezelőtt, akkor még nem álltak ilyen szinten a kutatások, és nem tudták pontosan, hogy miért hozza helyre azt a problémát. De azóta már nyilván a piócákat is vizsgálják, a működésüket is vizsgálják, ugye a kutatók azért ezzel is foglalkoznak az egyetemen, nem csak az oktatással, és rájöttek, hogy az a jó, amit képes művelni a szervezettel, az amiatt van, mert bejuttat bizonyos hatóanyagokat. Ugye megnézhetik a hallgatók, hogy a kis piócák mekkorák, tehát igazából amennyit ő kiszív, az jelentős változás nem eredményezne a szervezetben. Viszont amit ad, az meg valami csoda. Igen. És még mai napig sem tudják, ugye, hogy mit is tud képes, mit is képes előállítani. Uh-huh. Ezt folyamatosan vizsgálják, azt tudják most már, amikor én végeztem, akkor még úgy 100 körülre becsülték ezeket a hatóanyagcsoportokat, amit tartalmaz a pióca, most már azért 300-at meg tudunk különböztetni, tehát elég rendesen fejlődik. Ez a tudomány is. 300 féle hatóanyagcsoportot tudnak. Tehát azt se lehet pontosan megállapítani, hogy egy csoporton belül mennyi hatóanyag van, és azokat különbontani pláne nem lehet, hogy melyik hatóanyag mire képes. Tehát csak azt tudják, hogy egyik gyengíti a másiknak a hatását, a másikat erősíti, tehát attól függ, hogy annak a szervezetnek mire van szüksége. Ezért is a kollégák, tehát tudás felét ők végzik. A kezelés, a betegségek problémáinak megtalálása, az egyébként is egy fontos szempont volt az életedben. Miért? Igen, hát nem tudom, én így születtem. Onnan indultunk, hogy édesapám állatorvos. Uh-huh. Most már nyugdíjas, de ugye gyerekkoromban mániákusan imádtam az állatokat, mai napig egyébként ez nem változott. És én állatorvosnak készültem ennek hatására. Én apával már 8 évesen műtöttem, de hát ott voltam mindig a sarkában, nem lehetett levakarni. És végül is azért kötöttem itt a kétlábúaknál ki, mert apa lebeszélt, amikor pályát kellett választani, pont akkor mentek csődbe a TSZ-ek, tehát így egy ilyen mélyrepülés következett abban az évben. És azt mondta, hogy inkább valami másik pályát válasszak, mert ebből nem fog tudni megélni. Ez így kellett, hogy legyen. És így maradtam ezen a területen, mert ugye ez, nem tudom, belém van kódolva, vagy nagyon érdekelt mindig is. De azt tudtam, hogy én nem szeretnék a hagyományos orvoslásban dolgozni, mert tényleg a természetes dolgokkal jobban boldogulok, úgyhogy így maradt ez a vegyes páros. Állatokkal is dolgozom, meg nem is. Ők is itt vannak, igen, sőt, igen, segítőid abban, igen, hogy minél hatékonyabban és tényleg beavatkozásmentesen és minél kevesebb olyan anyagot juttatva a szervezetbe, ami nem feltétlenül jó, mert azért valljuk be, a gyógyszereknek vannak azért ilyen mellékhatásai, igen, és ugye, hogyha gyógyszeres kezelésekről beszélgetünk. Na, de van ám egy másik vonala is az életednek, amivel én most szembesültem, mielőtt beszélgettünk és készültünk erre az interjúra, hogy
egy teljesen más világ, mégpedig a művészetek és a művészetek által való önkifejezés is az életed középpontja volt, most már egy kicsit inkább ebbe az irányba, tehát a terápiák irányába evezel, mert hogy balett művészet is az életed része Igen. volt. Hogyan? Hát, az honnan ered? Ez is gyerekkorban jön. Nekem édesanyám és nagymamám is balettmesterek. Nagymamám most már 90 éves, ő a fehér orosz nagyim, tehát nyilván a balett ott is az erejében csörgedezett, és én ahogy járni tudtam, konkrétan onnantól már táncoltam, tehát ez nem volt kérdés, és így a kettő egymás mellett párhuzamosan fejlődött. Ugye a táncot azt mindenféleképpen akartam csinálni, mert állítólag tehetséges vagyok, és így elkerültem azért elég komoly színpadokra, elég jó társulatokkal turnéztunk, tényleg mondhatom, hogy a világ minden táján megfordultunk, operettműsorral, a Bécsi Operában voltam szerződve egy pár évig. Szóval, hát igyekeztem nem abba hagyni jó sokáig, de aztán a, sajnos hál' Istennek a terápia azt kiszorította, mert nyilván így azért több embernek tudok segíteni. Azt mondták, jó volt nézni, hogy táncoltam, de azért ez mégis hasznosabb. Hasznosabb, de nem hiányzik de. Az életedből, hiányzik akkor de, de, de. Ezek szerint. Lehet, hogy még vissza fogsz térni azért, hogyha meg tudod oldani? Hát nem mondom, hogy nem vállalok el egyszer-kétszer egy-egy fellépést. Például volt egy ilyen vegyes házassága ennek a két pályának, amikor az Egyesült Államokba kikerültünk, és ott egy piarista rendezvényre, egy ilyen gyűjtőestre, az itthoni piarista gimnáziumot támogatva rendeznek minden évben egy nagy bált a konzulátuson, és a hazánkból kiszakadt jobbak, nagyobbak, akik ott nagyra nőtték magukat, ott egy elég komoly, nagy kaliberű bált hoznak létre minden évben, és ugye én úgy kerültem oda, hogy a terápiával kerültem be az Államokba, és a konzulátussal elment a híre, hogy van itt egy friss hús, akit be lehet hozni a rendezvényekre, egy ismeretlen és fiatal arc, hozzájuk képest, ugye idősebb emberekről beszélünk, és véletlenül kitudódott, hogy úgy mellesleg én táncolni is tudok, és képzeld el, az volt az érdekesség, rövid leszek, hogy a zongorista fiatalember, 76-7 éves az úr, aki az alaphangulatot adta a bálon, valahogy szóba került, hogy mi lenne, hogyha én táncolnék egyet, úgy meglepetésként fónom nagyon szívesen végre valahol valakinek, és kiderült, hogy ez az úriember, ez ismerte az én nagymamámat, mert Kolozsváron volt az ő zongoristája, amik tanított, úgyhogy nagyon kicsi a világ. Úgyhogy lényegében így én lettem a főműsora a bálnak, úgyhogy így kiderült ez a vonal is, és ahol lehetett táncoltam. Így azért vannak olyan lehetőségek, igen, hogy ez ennek is, igen, vagy ezt a fajta oldaladat is meg tudod mutatni. Párhuzamosan ment a két dolog, tehát egymás mellett, amíg tudtad ezt, igen, a kettőt, igen, együtt egymás mellett végezni. Viszont ugye ott maradtunk, hogy a természetes módszerek mindig is érdekeltek, a segítségnyújtás mindig is érdekelt, aztán jöttek ugye a piócák, rendben, de azért el kellett hozni Magyarországra, sőt, Amerikába is kivittett. Igen. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy vállalkozás, én azt gondolom, azok után, hogy gyakorlatilag csak egy megoldási java, vagy lehetőségként, igen, tanultad meg. Beleszerettél ebbe az irányba ennyire, hogy ennyire megbabonázott téged? Igen, én belesodródtam. Mert úgy volt, hogy nyilván előtte azért másféle terápiákat is tanultam, mivel nem kezdettől a piócákkal dolgoztam. Nekem az erdélyi nagymamám, ő füves asszony volt, tehát én mamától már gyerekkoromban az összes gyógyfüvet ismertem, hogy mit kell leszakítani, mit kell megenni a kecskék elől, tehát azért, hogy minden ott volt a képben, csontkovácsoltam, tehát is sok mindent megtanultam ám a népi gyógyászatból is, és azért kerestem minél nevesebb oktatókat, itthon élő orosz csontkovácsoktól tanultam, kint erdélyektől, tehát azért úgy összehoztam, ötvöztem a saját technikáimat, és lényegében a piócák ugye későbben jöttek. Azt mondta az oktatóm, hogy nagyjából egy havonta 100 embert tanít meg, és ebből egy, aki csinálja utána valóban. Tehát annyira, nem tudom, úgy be van kódolva
az emberbe, hogy vagy igen, vagy nem, az majd utána kiderül, hogy tudsz-e velük dolgozni. Hát én úgy néz ki, hogy tudok, tehát egymásra találtunk. Ugye az állatokkal mindig jobban voltam, én gyerekkoromban sem féltem a csúszómászóktól sem. Tehát lehet, hogy ez így bennünk volt a piócák és én. Mert hogy kell velük foglalkozni, kell velük beszélni? Kell. Sőt, van egy olyan módszer is, amit most kezdek itthon bevezetni. Amerikában is használtam már, meg nyilván, amikor magunkat kezelem, akkor is használom. Szerintem nagy titkot árulok el, mert ezt nem hiszem, hogy tudják itthon, hogy a pióca nem csak hatóanyagokat juttat be a testbe, hanem úgy tanították az egyetemen, hogy énekel a sejteknek. Tehát egy olyan frekvencián bocsájt ki hangot, miközben ő az emberrel kommunikál, ami egy 50-es megahertz produkál egy rezgést, ami a lényegében a mély meditációnak a rezgés szintje, tehát úgy ellazítja, megnyugtatja a testet, tehát ezért nagyon sokan szeretik a kezelést, emiatt is már olyan végtelen nyugalom vesz úrrá rajtuk, és emiatt a sejteket is áthangolja, tehát ezt a rezgést ő folyamatosan közvetíti az embernek, és itt tud a legjobban regenerálódni a test ezen a frekvencián. Na, és ez az újfajta kezelés, amit most fogunk itthon elkezdeni. Nyilván én már azért több éve ezt végzem, csak mint más kutatáshoz, ez is eredmények kellenek, úgyhogy addig nem tárjuk nagy közönség elé, amíg nincsenek komolyabb eredmények, de hál' Istennek vannak, hogy ez egy úgynevezett VIP kezelés lesz, amikor az emberrel konkrétan azokat a piócákat összehangoljuk, akik dolgozni fognak rajtuk. Tehát azért ők nem csak a fizikai látható testtel dolgoznak. Egyébként, amiről fontos is szerintem ebben a tekintetben, és főleg, hogyha tényleg a természetes dolgokról beszélgetünk, akkor valahogy mindig oda lyukadunk ki, hogy tényleg nem csak a felületét kell kezelni egy problémának, hanem holisztikusan az egész embert kell nézni, és ugyanúgy meg kell nézni, hogy mik azok a lelki tényezők, amik befolyásolják, és mik azok, amik esetleg a testében jelentkeznek tünetként. Most nagyon nyugodtak egyébként, azt jósoltad, hogyha egy picit felmelegszik a víz, akkor lehet, hogy elkezdenek mászkálni, de lehet, hogy most megérezték a hangulatot, hogy itt egy jó beszélgetés van, úgyhogy nyugodtan el lehetnek. Nem mockodnak az emberek tőlük? Mert azért mégiscsak egy csúszómászó. Igen, gyűrűsféreg. De az esetek 60%-a úgy kezdődik, hogy na rám biztos, hogy nem teszel piócát. Innen indulunk. És mondtam, hogy szerencsére az a jó ér, hogy nem kötelező, tehát ha nem akarod, nem teszem rád. De azért egy pár szót csak mondjál már róluk, mit csinálnak, hogy dolgoznak, elkezdek mesélni. Megnézhetem őket? Hát, ha szeretnéd, és akkor fogd most el az üvegen keresztül. Hát, nem tudom, azért, na mindegy, majd gondolkodom rajta. Szerintem haza se ér, már csörög a telefon. Hát én csak kipróbálnám, mikor mehetek, szóval így kávé ennyi, amíg leküzdik az emberek az ellenérzést. A nehezebb esetek azok úgy vannak, hogy ő tudja, hogy jó, megérti. Szüksége is van rá biztos, mert már mindent kipróbált, és tényleg itt már csak a pióca segíthet. Úgyhogy valahogy oldjuk már meg úgy, hogy ne lássa őket közben, ha lehet. Hát mondom, persze, megoldható. Megkezeljük. Jaj, hát ez csak ennyi. Hát én attól miért feltem. Na jó, mindegy, hazamegyek, jól vagyok, visszajön. Nem fáj a lábam, nem fáj a fejem, jobban aludtam. Te Karin, megnézhetem őket? Meg persze, megsimogathatom, szóval gyorsan barátkoznak. Igen. Valahogy érzi az ember is, hogy milyen hatást vált ki nála, és akkor talán ez az ellenérzés is elmúlik. Nagyon érdekes, mert ugye mi is találkoztunk már egyszer, volt itt bent a stúdióban, voltak itt bent a kollégáid, akkor is többen jöttek, és akkor még úgy kicsit így távolról szemléltem őket. Most már eljutottunk oda, hogy az imént a beszélgetés előtt rátetted a kezemre. Úgyhogy most is megkérlek arra, hogy egyet bent hagytunk az üvegbe, hogy rá tudnád tenni a kezemre, csak így a kíváncsiság. Vagy igen. Mert rá kellett ilyet vállalni. És most itt van a kezemen a pióca. Ő itt most éppen mit csinál? Tehát mondtad, hogy azért tud velük keresgélni. Nézelődik, igen. Nyilván, hogyha az a cél, hogy kezeljen, azért nem mászkáljen bátran össze-vissza. És azt ő honnan tudja, hogy neki kezelnie kell? Hát... érzi is, nyilván a hangulat is olyan, a közeg is olyan.
Azért ők is nagyon érzékenyek, érzik a feszültséget a levegőben, meg lehet velük azért kommunikálni. Tehát ő most konkrétan érezte azt, hogy lehet, hogy itt most én akár mint műsorvezető lehet egy kicsit feszültebb vagyok, igen. Nem vagyok egy ellazult állapotban, tehát igen. Nem éppen egy terápiára alkalmas állapotomban vagyok, tehát ő most éppen nem akar nekem nem. Különböző anyagokat bejuttatni. Ha olyan szándékkal tettem volna oda, hogy na most akkor kezelünk, biztos, hogy rátapad. Nagyon-nagyon érdekes ez az egész, természetesen még fejtegetjük ennek részleteit, mert azt gondolom, hogy sok olyan területe van, egyáltalán arról is beszélgetünk majd természetesen, hogy mik azok a területek, állapotok, helyzetek, amiken javítani tud, amikben segítségre tud lenni az ember szervezetének. De azért beszéljünk az íris diagnosztikáról is, mert hogy egy kezelés az csak úgy működik, hogyha előtte te tudod, hogy mi is a probléma, és mi az, amin segíteni kell. Ez így van. Ez hogy működik? Ez tényleg így működik, hogy most éppen nézel a szemembe, és abszolút tudsz mindent? Igen, elég sok szemet láttam már, tehát most már nekem elég ennyi, hogy ilyen távolról is belenézek. Sokan mondják, hogy félelmetes, mert boszorkányság, vagy tehát engem biztos, hogy elüldöznének egy pár száz évvel ezelőtt. De ez szintiszta tudomány. Tehát nyilván van megérzés alapja is, tehát úgy nyilván rá kell érezni, nem mindenkiből jön ez zsigerből, még akkor sem, hogyha megtanulja konkrétan a tananyagot. Tehát ebből is az majd 100 emberből talán egy, hogyha tudja csinálni. Nekem ez pont szerencsés egybeesés a pióca és az iris diagnosztika, mert ez olyan kis egyszerű kézenfekvő, könnyű összefésülhető. És segítés. Igen, igen. Tehát ez konkrétan tudományos alapja van az iris diagnózisnak, tehát nem egy varázslat. Tudományos alap, ezt úgy képzeljük el, hogy megtanulsz bizonyos elváltozásokat, színek, stb. Miként helyezkedik el a szemben, és aztán utána gyakorolni kell azt, tehát, hogy minél több embert látsz, annál jobban tudod ezt alkalmazni? Így van, így van. Van térkép, van egy pár térkép, tehát így a világban azért kering, néhány egymástól teljesen eltérő térkép az irisről, amiből próbálják oktatni a terápiát. Talán úgy tudom, hogy itthon is lehet ilyen kétnapos tanfolyamokat talán. Én úgy kíváncsiságból beiratkoztam egyre egy pár évvel ezelőtt. Hát az alapján én nem tudnék diagnosztizálni, ha csak annyit tudnék róla. Tehát nyilván ennek is van egy mélyebb háttere, amit érdemes tudni ahhoz, hogy az embernek ez jól működjön. De így, ahogy mondod, van egy térkép, nagyjából ott meg lehet tanulni, hogy melyik szerv, melyik területen helyezkedik el, mit hol keresel, mint a anatómia. Atlasz például, és azt is, hogy milyen foltok, hol, milyen színű, mennyire körülhatárolt, tehát ezek mind jelzések, mint ahogy a pióca harapásából is tudunk következtetni, ezt se tudják sokan, hogy a pióca harapása is bizonyos formákat, színeket, jelzéseket ad le a kezelés után, és én a következő kezelés előtt, ha azokat látom, akkor már tudom, hogy hova jutottam, melyik hatóanyag, milyen bajok vannak bent, tehát ez is nyomolvasás az működik. Na, visszatérve az iris diagnózisra, hogy megtanulja az alapot az ember, de mivel az emberi szervezet nem egy gép, hanem ugye sokszor vannak különbözőségek, tehát egyik embernek itt helyezkedik el a szív környéke, a másiknak a másik szemében, tehát attól függ, hogy az idegrendszer keresztbe csatol az agyba, vagy nem. Tehát érdekes dolgok vannak itt is, és ehhez kell a rengeteg tapasztalat, hogy te meglásd, hogy annak az embernek mit hol keressél. Illetve ehhez kell a megfelelő kútfő gyakorlatilag, vagy ahonnan szerzed a tudást. Igen, kell háttérinformáció, és nem csak az iris diagnózisra érvényesen, hanem tényleg így a, nem tudom mondhatni, a világ, tehát az összes csatornádat rá kell állítani a világ minden területére, és beszívni az összes információt, és az azokból, mint egy puzzle, össze lehet rakni a képet. Igen. Azért is fontos szerintem erről is beszélgetnünk, mert én azt gondolom, hogy a természetgyógyászat, illetve a különböző alternatív segítségnyújtási lehetőségek, amik jók és valóban működnek,
amiknek akár tudományos alapja is vannak, azért vesznek el sokszor, sok esetben, és azért kapnak néha negatív előhangot és különböző előítéleteket, mert nagyon sok olyan, pontosan ilyen egy-két napos képzés van, ami a jó pénzszerzés reményében próbál meg különböző embereket képezni, akik aztán ugye kikerülnek a piacra. Tehát, hogy nagyon nehéz, én úgy gondolom, ezen a területen megtalálni azt, hogy miként tudod te a hitelességedet folyamatosan alátámasztani, és gondolom, hogy ez egy örökös harc is, hogy ezt mindig be kell bizonyítanod, nem? Igen. Hát a férjem szokta mondani, hogy Magyarország a 10 millió zseni országa. Tehát itt mindenki annyira okos, és mindenhez is ért, hogy ezért nagyon sokan elhiszik, hogy két nap alatt bármit meg tudnak tanulni, ami nem így van. Tehát, hogyha az ember józan parasztésszel is belegondol valamibe, harangöntőből, nem lesz két nap múlva gyógyító, tehát akármennyire is erőlködik, és akármilyen tehetsége van, azért van egy olyan alaptudás, amit muszáj, hogy átlásson. És így ebből a szempontból alátámasztom az itthoni egészségügy hozzáállását ehhez a területhez. És jó lenne, hogyha lenne egy olyan, nem tudom, egy olyan fórum, vagy bizottság, aki előtt tényleg az megy át, aki valóban ért hozzá, nem aki kifizeti az összeget, mert elvégezte a tanfolyamot online, vagy akárhogy is letette a pénzt, hanem tényleg mérjék fel, és ez alapján szelektáljanak, mert valóban tudnak bajt csinálni. És nekünk is tudnak bajt csinálni azzal, hogy hiteltelenné teszik. És így, oké, lehet azt mondani, hogy majd az orvosok helyrehozzák, de sajnos egyre kevesebben vannak, egyre több a beteg, mint hogy az elmúlt pár évben tapasztaltuk, és nem bírják. Úgyhogy szerintem jól jönne nekik is a segítség, én úgy gondolom. Már olyan szempontból is jó lenne a segítség a társadalom tekintetében is, hogy nem mindegy az, hogy mondjuk tényleg egy-két hétig, hónapig jól vagyunk, mert szedünk bizonyos gyógyszereket, vagy kapunk valami kezelést, és aztán utána újra visszatér, és mennyi energia, mennyi pénz, és mennyi fájdalom van mondjuk akár egy-egy probléma mögött. Visszatérve viszont a piócákra, itt hogyan működik mondjuk egy problémának a kezelése? Mi az, amit miután már te a különböző tapasztalataid alapján látsz akár a szemében, a különböző jelekből tapasztalsz, és mi történik utána? Hány kezelést képzeljünk el? Erre azt tudnám mondani, hogy a baj nem jár egyedül, tipikus esetet. Tehát olyan nincs, hogy valakinek csak egy baja van. Oké, hogy jön egy tünettel, vagy esetleg tünet együttessel, de annak mindig több oka van. Több irányból indul el a probléma, borul össze a vár, és hogyha ezt nem tudjuk megállapítani, akkor lehet a tüneteket valamelyest csökkenteni, de az előbb-utóbb vissza fog térni. Lehet az is, hogy lelki okai vannak, sőt, azért a zöme onnan indul el, és abból lesznek fizikai tünetek is. Nem vagyok gyógyszerellenes, meg orvosellenes, meg műtétellenes, mert ha valakinek leszakad a keze, azt én nem fogom tudni visszanöveszteni, tehát ez egyértelmű. Meg vannak olyan esetek, amikor az antibiotikum nélkül nem boldogulunk, de nyilván az ember próbál arra odafigyelni, hogy minél gyorsabban, és minél eredményesebben, tehát minél hosszú távú hatást érjen el. És emiatt van az, hogy amikor valaki jön a bajaival, akkor én nem azt mondom, hogy hozza be a leleteket, hanem először megnézem én. Nyilván, ha olyan mértékű a probléma, akkor azért hozza nyilván, hogy hol járt, ki kezeli, mert azért sokszor a kezelő orvosával is kell konzultálnunk, mert olyan jellegű kezelés folyik, amit muszáj, hogy a kettő tudjon egymásra, mert különben nem teszünk jót az embernek, és nyilván itt az a cél, hogy meggyógyuljon minél gyorsabban. Tehát először is fel kell tárni, hogy mi az oka azoknak a problémáknak, amit eddig nem tudtak máshogy a helyre hozni, és azokat a bajokat szépen sorrendben kikezelni, ne azt pedig az egyetemen tanítják, hogy milyen egymás utánisággal lehet ezeket a problémákat helyrehozni, mert nem mindegy, hogy kívülről befelé haladunk, vagy belülről kifelé. Hogy így ezt erősítsem. Hogyan kerültél aztán Amerikába, és mi vitte magaddal azt, hogy ott is a piócák és a pióca terápia az központi helyen legyen? Hát édesanyám, ő nagyváradról származunk, és az egyik nagyváradi barátnője, majd
úgymond gyerekkorukban, szerintem mint 18 évesen kiköltöztek családostól Amerikába, és ő szívsebész lett odakint. És eltelt egy olyan néhány 10-20 év, mikor a barátnő anyával megint találkozott, és ez a hölgy ugye nyilván kérdezget, hogy gyerekekkel mi újság, mit csinálnak, stb. És anyukám elmesélte, hogy milyen terápiát folytatok, hál' Istennek elég jó hatásfokkal, és mivel neki a szívsebészet a területe, hát ugye vérhigítás, értisztítás, azért ezt úgy mindenki tudja a piócákról, ez szerintem mellékhatásként tudják, és mondta, hogy nagyon jó lenne velem beszélgetni, ugye nem ott laktam, ahol édesanyám, és ezért így összehoztunk egy találkozót, és ő elkezdett gondolkodni, hogy milyen jó lenne nekik odakint a praxisban, de ő érték még az 50 év alatt nem hallott róla soha, hogy valaki is foglalkozna ezzel, pedig ő is azért úgy informálódott, hogy vannak-e alternatív megoldások, de nem találta. És mivel pont úgy volt itthon, hogy január környékén nekem akkor tájt van a születésnapom, azt mondta, hogy Kari, szülinapi ajándék, lenne kedved velem kijönni 2 hétre Amerikába, nézzünk szét. Van-e ott olyan, aki csinálja a terápiát, vagy egyáltalán milyen létjogosultsága, milyen jogszabályok vonatkoznak, stb. Hát jó, mondjuk Amerikában soha nem vágytam, de menjünk, hát ott még nem voltunk. És akkor kimentem, először csak én egyedül, szétnéztem, körbejártuk Kolumbia Egyetemet, lekértünk egy csomó információt az ottani könyvtárból. Ugye azt mondják, hogy az Egyesült Államokban, ami a Kolumbia Egyetemnek nincs meg a könyvtárában, olyan tudomány nem létezik, és ők a világban mindenhonnan be tudják kérni az írományokat bármilyen nyelven, és egy héten belül. Tehát, hogyha van olyan az Egyesült Államok területén bármilyen nyelven, ami a piócákról szól, vagy a terápiáról, vagy ennek az oktatásáról, vagy hogy valaki egyszer tett valakire piócát, és ezt lejegyezték, akkor azt a Kolumbia megtalálja, és egy hét múlva szólnak nekünk, tehát így leadtuk az igényt. Közben bementünk egy bevándorlásügyi ügyvédhez, ott is megkérdeztük, hogy mit tud ezekről a terápiákról, hogy egy ilyet hogy lehet behozni az államokba, van-e ilyen, stb. Nézett nagyokat, hogy mi pióca, nem is tudja, mi az. Tehát úgy minden fórumot végigjártunk kórházba, ahol ő dolgozik, bementünk, igazgatósággal beszéltünk, hogy hallott valaki ilyesmiről, hogy valaki kezelt ilyenne, vagy gyerekkorában, vagy nagymamája, vagy akárki. Hát nem, ők azt se tudják, mi az. Míg nem, egyszer összefutottunk egy ilyen akkor 74-5 éves, elég híres, azt hiszem, hogy kolumbiai származású lehetett a sebész, egy bőrsebész professzorral, egy plasztikai sebésszel, aki kifejezetten az időskori felfekvéses sebekre specializálódott. Mert ugye azt nem lehet helyrehozni, ott elkezd üszkösödni, hiába ültetgetik be a bőrt, hiába antibiotikumozzák, egy idő után már nem lehet vele mit kezdeni, az mindig elhal, és ez egy elég jelentős probléma odakint, mivel nagyon sokáig élnek az emberek, tehát ott volt 103 éves paciensem is, nagyon sokáig élnek, de már sajnos úgy csúnyán fogalmazva szinte élő halottak, mert nem tud magáról, csak fekszik, és nem tudom, miért életben tartják szegényt. És ez a professzor, mikor meghallotta, hogy én oda kerültem, és hogy mivel foglalkozom, azt mondta, hogy ő azonnal kér egy konzultációt tőlem. Nem tőlem, jó, hát éppen ráérek. És beszélgettünk egy olyan cirka 3-4 órát, és azt mondta, hogy neki az egyik oktatója még az egyetemen megemlítette, hogy ilyen jellegű sebeket régen piócákkal kezeltek. És egyszer hozott be valahonnan piócát, és megmutatta neki, hogy kell a sebeket kezelni, illetve hát úgy felhelyezte és kezelt egy sebet. Na most az öreg mondta, hogy még az elején ő próbálkozott vele, csak az volt a baj, mint utólag kiderült így a beszélgetés során, hogy rossz helyre, rossz mennyiségű, rosszul tette fel a piócát, és sajnos nem jutott vele eredményre. De őt ez marhára érdekelne, hogy csinálhatnénk olyat, hogy bemegyek vele a betegeihez a kórházba, viszem a kis piócáimat, és megmondom, hogy azokat az embereket, akikkel nem boldogul, hogy lehet helyrehozni. És hát természetesen elkezdtünk együtt kezelni egy csomó problémás esetet, és egy hét alatt helyre jöttek olyanok, akik már teljesen gyógyíthatatlannak tűntek, és akkor azt mondta, hogy na, ez kell ide ebbe az országba. Úgyhogy lényegében innen indultunk, hozzáteszem, a Kolumbia semmit nem talált, tehát nem volt nyoma semminek. Úgyhogy én hazajöttem,
elkezdtük a procedúrát, elindítottuk a munkavállalási engedély intézését, az ügyvéd mondta, hogy én másfél évre számítsunk, mert körülbelül annyi még átfut minden, kivizsgálják, mit tudom én. És beadtuk a papírokat, aztán egy ilyen két hónap múlva jön az e-mail, hogy na akkor Nyergely, fordulj, pakoljatok össze és gyertek, mert megvan az engedély. Nem, hogy ilyen gyorsan? Hát úgy, hogy senki nincs, és azt mondták, az FDA kiadta neki parancsba, hogy most rögtön kell ez az ember. Tehát az Egyesült Államok így áll hozzá. Úgyhogy így kerültünk oda, és akkor családostól kivonultunk az államokba. Ez mennyi idő volt, ami időt kint töltöttetek? Egy évig voltunk kint. Hát több okból jöttünk vissza, a kicsinek honvágya volt. Aztán, amikor hazajöttünk karácsonyra, akkor mondta, hogy ő vissza sem megy, tehát nélküle folytatjuk ott a pályafutásunkat, úgyhogy így végig maradtunk, de hál' Istennek, amíg ott voltam, addig is több asszisztenst képeztem, úgyhogy ott is van néhány rendelő, ami most is működik így a messzi koordinálásommal, de gyakorlatilag bármikor vissza tudnánk menni, majd ha a gyerekek befejezik az iskolákat, akkor talán. Akkor visszatérsz. Az asszisztens, ő arra van kiképezve, hogy a te instrukcióid alapján, igen, és igen, minden egyes esetet neked látnod kell? Igen. Aha. Tehát akkor kemény munka. Nem vagyok foglalva. Igen, vagy itt Magyarországon, igen, is, és igen, Amerika, és máshol van még. Van Németországban is, Írországban, van néhány helyen, igen. Azt a mindenit, és gondolom, hogy fontos az, hogy gyakorlatilag tényleg úgy a te vezérlésed alatt működjön, hogy te nem tudsz ebből kilépni kvázi, mert ugye te tapasztalataid és tudása a te fejedben van. Ők inkább azt mondanám, hogy az én meghosszabbított kezeim, tehát önállóan nem tudnak kezelni. De ez a tapasztalat, és erre újra és újra fontosnak érzem, hogy visszatérjünk, ez tényleg olyan érdekes, hogy, és jó, hogy erről beszélgetünk, hogy egyrészt nagyon sok tudás, nagyon sok ismeret, nagyon sok információ, amit begyűjtöttél, másrészt pedig még az előző gondolataidnál akartam ezt felhozni, hogy azért neked van egy olyan múltad is, tehát hogyha azt nézzük és hiszünk a transzgenerációban, igen, akkor azért te hozol ilyenfajta, igen, nyitottságot az ős, és azt, igen, hiszem, hogy ezek mind így összeadódva tudnak egy olyan egységet alkotni, ami alapján a kis kollégákkal így tudsz tevékenykedni. Mit tudnak a csigák? Csak hogy róluk is beszéljünk. Ne hagyjuk már ki őket. Az új barátok és az új kollégák. Igen, szerintem a csigákról már nagyon sokat hallhattunk. Mm. A csiganyál, ugye fiatalít kollagén, elasztén, mindenféle jó kis aminósavak. Tehát az konkrétan tényleg a bőr fiatalítására, rugalmasítására használjuk. Én csak úgy gondoltam, hogy így vannak a piócák, jó lenne még valami mellé, hogy ne unatkozzanak. És akkor, ha már csúszom, az legyen mondjuk csiga, mert az is eléggé gusztustalan, legalább annyira, mint a pióca. Már nem az én szememben, de úgy az átlag szemében, akkor... Hivatásod, hogy meggyőzd az embereket, hogy ők nagyon hasznosak, és kedvesek, és szerethetőek. És ugye, hogy már nagyon sokan imádják, igen, őket, akik eddig nem szerették, úgyhogy ez a küldetésem. Na, szóval a lényeg, hogy a... Meg amúgy nagyon vicces, mert rátapad az arcra, megy, és akkor levennéd, akkor így szupom. Bocsánat. Szóval komolyra fordítva a szót, a csiganyálka nagyon hasznos több szempontból. Nem mesterséges anyag az sem, és nagyon vicces, mikor a kettő együtt van az emberen. Ja, hogy a kettőt együtt is alkalmazod. Na hát, hogyha valaki teljes mértékig szeretné ugye a csúszómászókkal kapcsolatos undorát eltüntetni, akkor keressen téged ilyen szempontból, és hatékonyan tud segíteni. A fóbiákon is. Abszolút a fóbiákon, de ha már fóbiák, akkor azért az idegrendszerre is jótékonyan hatnak a piócák, tehát, hogy beszélgettünk arról, de csak ugye érintőlegesen is fontos, hogy ezt is azért így világossá tegyük, hogy mennyi mindenen tudnak segíteni. Ugye szóba került akár a bőrregeneráció, uh-huh, szóba került a különböző érrel kapcsolatos, és ugye vérnyomás, vagy akár szívrendszer, de hogy még rengeteg más olyan lehetőség van, amiben, igen, tudnak segíteni. Mik ezek a területek? Az egyik orosz kollégámat idézném, az az orvos, aki egyszer kipróbálta, hogy piócákkal kezel, soha többet nem akar mással. Univerzálisak azért, mert ugye sokféle hatóanyagot juttatnak be. Nem mondom, hogy mindent meg lehet velük oldani, de nagyon kevés dolog az, amire nem jók. Pont emiatt, a hatóanyagok miatt.
Tehát úgy kell elképzelni, ezt inkább itt szemléltetem, és akkor úgy, mert ugye ami mindenre jó, az semmire nem jó, mindig ezt mondják, itthon nagyon hitetlenek az emberek ebből a szempontból, mindenre azt mondják, hogy csodaszer, ki fogja növeszteni amíg a karodat is, meg a fejedet is, na, ez sajnos nem ilyen, de nagyon sok mindenre használható. Úgy kell elképzelni egy piócát, mint egy a világon az összes nagyon profi diagnosztikai eszközt összeszedjük egybe, tehát egy végtelenül ügyes diagnosztikai gárda, egy olyan gyógyszertár, ami a világon fellelhető összes gyógyszerrel, gyógynövénnyel, mindenféle gyógyászati készítménnyel felszerelt patika, és egy végtelenül profi mikrosebészeti gárda együtt. Ez mind egy pióca. És akkor hol vagyunk mi ehhez? Kérdezem én. Na, lényeg, hogy ők, mivel analizálnak egy személyben, plusz kiválogatják a patikából, hogy neked mi kell abban a pillanatban, és azt bejuttatják, és a kis sebészeti gárda bejuttatja olyan mélységben, olyan mennyiségben, amire neked ott szükséged van, na ezért van, hogy nagyjából tokáltó bokáink, majdnem mindenre lehet használni, de mégis, hogy úgy nagy képbe legyünk. Szívérrendszeri keringés, ez az alap, ezt mindenki tudja. Gyulladások, bélrendszeri gyulladások, ízületi gyulladások, vízszer problémák, hormonháztartás kezelése. Sokan jönnek úgy, hogy sajnos nem jön össze a baba. Ilyen esetben is van sok pióca, aki a piócának köszönhető. Vannak olyanok, akik sportsérüléssel keresnek meg, szakadás, zúzódás, törés, húzódás. Bizonyítottan a gyógyulási idő a harmadára csökken. És ugye, ami a lényeges, hogy szövődmények nélkül gyógyul. Voltak, nem egy olyan esetünk volt, aki tényleg profi sportolóként jött, például dupla keresztszalag szakadás, azt úgy nagyjából tudják, akik hallottak már focistákról például. És ezt, ha rögtön az eset után elkezdjük, egy héten keresztül minden nap kezelem, a következő hétvégén mennek meccsre. Tehát hihetetlen. Hihetetlen. Kezelünk velük például fogínsorvadást, azt nagyon szokták szeretni. Na jó, lényegében akkor hová kerül a pióca? Fokinyra. Na, ez már egy másik fokozat. Van egy saját találmányom, amit azóta már Oroszországban is szabadalmaztak. Ehhez kellett a magyar találékonyság, hogy nem konkrétan az ínyedre teszem rá a piócát, és ott csing a szádban, tehát ez megnyugtató lehet. Vannak sebek kezelésére lehetőség, amint mondtam, hogy ilyen fekélyes sebek elmulasztására. Tehát tényleg nagyon sok mindenre. Zöld hályogot is, szürke hályogot is kezeltünk már vele, tehát tudnak regenerálni, csak tényleg tudni kell, hogy hova teszi az ember, és mennyit, és hányszor. Lehet igen. Egyébként rosszat tenni velük? Lehet. Hát sajnos két napos tanfolyamok után látok ezt-azt, igen. Viszont hihetetlen tényleg, hogy a természet miféle csodákra képes, és szerintem, hogyha... Van még néhány. Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy az, aki a természettudományokban, illetve igen. A természetgyógyításban jártas, és tudja ezeket a területeket, akkor észreveszi azt, hogy tényleg akár egy kirándulás alkalmával miféle igen. Lehetőségek tárulnak elénk, és mennyire tud ránk hangolódni a természet, és mi is a természetre, és akár a növény, akár az állatvilágra. Mi történik egyébként a piócákkal? Emlékszem, hogy amikor múltkor a spájzni sorában voltál bent, akkor később érkezett egy SMS a hallgatónktól, hogy na jó, rendben, ennyi mindent tesznek az emberrel, de ők ezt vajon élvezik, vagy ők mit éreznek ilyenkor? Ők táplálkoznak. Tehát nekik nem történik semmilyen bajuk. Említettem, hogy az oroszoknál az egyetem mellett van egy klinika is. A klinikának az egyik részén a lehetetlen eseteket kezelik, tehát azt vizsgálják, hogy mit tudnak még helyrehozni a piócákkal. A másik egy kutatóközpont, ahol azt vizsgálják, hogy a piócákban található hatóanyagok mikre képesek. És ott azért tesztelik ezt, hogy például fertőző betegségeket hogyan tud a pióca feldolgozni magában,
vírusokat, baktériumokat, különböző kórokozókat, hogyan hatástalanít átfertőznie egyik emberről a másikra, ha esetleg úgy adódna, hogy egyik után a másikat megharapná. Erre kitérően végeztek egy olyan kutatást, hogy lépfenével volt az egyik patkány megfertőzve, rárakták a piócát, elkezdett dolgozni, menet közben levették róla, és átrakták egy másikra, amelyik nem volt fertőzött, és még meg is nyomották egy kicsit, hogy még köpködje vissza annak is a vírit esetleg, és nem vitte át a fertőzést. Tehát ő magában szinte azonnal hatástalanította, és ezzel a hepatitisszel is megcsinálták, a HIV vírussal is, tehát a piócára nem veszélyesek ezek a dolgok, úgyhogy lehet az is, ilyen feltevések is vannak, hogy azért van bennük ez ennyi hatóanyag, hogy saját magukat megvédjék azzal szemben. Ezt nem tudjuk pontosan, de lényeg, hogy a piócák jól vannak, jól laknak, és egy piócát egyszer használunk, mert utána két évig nem eszik. Úgyhogy azért mondtam, hogy valami csoda folytán egyik emberről a másikra áttapadna, de olyan nem nagyon szokott előfordulni, ha csak idő előtt le nem veszed, és újra megéhezik. Úgyhogy én mindig újakat rendelek. Azt a mindenét, ez is egy új információ. Igen, tehát nincsenek elnevezve, hogy Sanyika, Pistike, Józsika, hanem mindig új. És akkor utána azok, akik már jól laktak és kezeltek, ő velük mi lesz? Ők szabadon lesznek engedve. Hát ez hihetetlen. Nagyon-nagyon érdekes ez a világ. Én azt gondolom, hogy számodra is még rengeteg olyan területet tartogat, amit látok is a szemedben, igen, hogy abszolút teljes mértékig nyitott vagy ezekre, és egy csomó terv van a fejedben, de azért avasd be minket, most jelenleg ugye meséltél erről a rezgésről, és a sejtekre való hatásukról. Mik azok a kihívások még ezen a területen, amik téged érdekelnek, és amikkel a jövőben szeretnél foglalkozni? Hát, felfedeztünk egy olyat, ami nem nagy felfedezés, mert nyilván oktatják, hogy fiatalítja a bőrt. A Bálsói Balettben például használják a balerinák arra, hogy olyan csillogóbbá válik a tekintet, úgy kisimul a bőr, mielőtt fellépnek. Én ezt annyira tökére fejlesztettem, úgymond, mert tehát Oroszországban inkább az egészségkezeléseket folytatják. Szépségkezelésre irányuló, tehát direktbe, aki ezzel foglalkozik, nem nagyon van, nyilván majd egy-kettő elvétve én nem ismerek. De például a Manhattani rendelőben ott nagyon sokszor belefutottam abba, hogy jöttek a paciensek, diagnosztizáltam őket, ott egy orvosi központban volt a rendelőm, tehát így abszolút elfogadott. Diagnosztizáltam őket, és mondtam, hogy ez a probléma, az a probléma. Igen, igen, tudja ő is, meg fáj is, meg szed is rá gyógyszert, meg ezért, de őt nem érdekli, csak a ráncai ne látszódjanak. Ez is egy hozzáállás, mindegy, ha ezt szeretni, és ott tényleg szinte 80%-ban csak fiatalitásra kezeltünk, ugye rengeteg sztár volt, ismert emberek, és nekik nagyon nem mindegy, hogy néznek ki. És tehát olyan mértékben fiatalít, hogy utána, amikor szépen úgy visszaadta a bőrtónusát, a kis ráncok elmúlnak, még a nagyobb, mélyebb ráncok is elmúlnak tőlük, nem akkor jön vissza, mint mondjuk egy-egy ilyen feltöltés után, amikor kimegy az anyag, utána még rosszabbul nézel ki, hanem ahogy a bőr megint elkezd öregedni, tehát a természetes öregedésnek a tempójában, ami konkrétan azt jelenti, hogy édesanyám volt a kísérleti alanyom az első számú, nagyon boldog voltam úgy. Volt egy nagy, erős, mély ránca itt a homlok a közepén. Megkezeltem. Ő nem is nagyon figyelgette, a barátnője vette észre két hónap múlva, hogy van, mit csináltál, botoxoztattad magad? Hova lett az a ráncod? Jé, eltűnt észre, sem felhívott nagy boldogan, kislányom, nincs ott a ránc, jaj, de jó, örültünk neki. És ez már olyan 6-7 éve volt, már lehet, hogy 8 is. És azóta sincs ott a ránc, tehát nem jött elő újra. Szóval elég hatékonyak. Hát sokáig tudnék ismételten még mindig kérdezni és beszélgetni a piócákról is, de a te életedről is, hiszen azt gondolom, hogy tényleg nagyon izgalmas lehet, hogy folyamatosan újabb és újabb tudás birtokába kerülsz, újabb és újabb meglepetések tárulnak eléd, amit aztán különböző kutatásokkal, különböző ismeretanyagokkal alátámasztva hozol el az emberekhez, de a legfontosabb cél talán tényleg az, hogy minél több embernek tudjál segíteni, és ezeket az információkat, amikről most is beszélgettünk, ez minél több emberhez eljusson, hiszen a természet csodás, és az állatvilága, a növényvilág is csodákra képes. Igen. Mi is egyébként szerintem az emberi szervezet is egy nagyon-nagyon csodásan működő szervezet.
Úgyhogy köszönöm szépen, hogy egy kicsit belenézhettünk a mélyébe ezeknek a dolgoknak, és beszélgethettünk. Tóger Karina Evelin volt a vendégem itt a Karcolatban, aki alternatív doktor, és Magyarország első piócaterapeutája. Köszönöm szépen, köszönöm Karina. Én is.